Sziasztok! Ebben a videóban a képességvizsgára fogunk gyakorolni, méghozzá a római egyes feladatsorra indítunk. Első feladatunk azt kérdezi, hogy a 10-től kisebb prímszámok összege mennyi. Hát soroljuk fel a 10-től kisebb prímszámokat. Egyetlen páros prímünk a 2, prímszám még a 3, az 5 és a 7. És mivel az összegét kéri ezeknek, ha ezeket összeadom, 17-et kapok. Ne feledjük, hogy a vizsgalapra csak a megoldást írjuk a római egyes feladatnál. Kettes feladatunk egy egyenlet, ahol is az x értékét kell meghatározni. Hát először is szorozzunk keresztbe. 0,8 szorozva 5-tel, ugyanannyi, mint 4 szer x minusz 1. Itt vigyázzunk, hogy zárójelbe írjuk az x minusz 1-et, mivel mindkét tagot meg kell szoroznom 4-jel. 0,8 szorozva 5-tel az 4 egész, itt pedig 4 szer x, és 4 szer mínusz 1 lesz, azaz 4x mínusz 4. Rendezzük az egyenletet. 8 egyenlő 4x, ugye ezt úgy kaptuk, hogy mindkét oldalhoz hozzáadtunk 4-et, és itt pedig, ahhoz, hogy az x értékét megkapjuk, ezzel a 4-el el kell osszam az egyenletemet. És így kapom, hogy az x értéke ugye 2. Hármas feladatunk egy valószínűségszámítás feladat, amikor is látható, hogy az A1-2 felülvonás, ez olyan háromjegyű számokat takar, amiknek a második számjegye 1, a harmadik számjegye 2, az elsőt pedig nem ismerem. Ugye mivel ez számjegy, ezért az értékeit meg tudom mondani. Hát nulla nem lehet, mert nullával nem kezdődhet egy szám. De lehet 112, ugye az A lehet 1, lehet 212, 312, és így tovább, legutolsó számom a 912. Itt összesen 9 darab szám szerepel. Tehát 9 ilyen alakú háromjegyű számom van. Ezek közül melyik az, amelyik osztható 3-mal, azt kell meghatározzuk. Tehát a 3-mal osztható számok, lássuk, egy szám akkor osztható 3-mal, ha számjegyei összege osztható 3-mal. 112-ben a számjegyek összege 4, az nem jó. 212-ben a számjegyek összege 5, nem jó. 312 viszont osztható 3-mal, mert a számjegyek összege 6. Akkor a következő számunk a 612 lesz, itt a számjegyek összege 9, és a rákövetkező számunk a 912 lesz. Észrevehetjük, hogy mindig 3-mal növekszik az első számjegy. Tehát ezekből a számokból 3 darab van. És a valószínűsége, hogy a itt szereplő számokból kiválasztva egyet, az 3-mal osztható szám legyen, a valószínűség a kedvező esetek száma, törve a lehetséges esetek számával. A kedvező esetek száma az, hogy hány darab ilyen számom van? Hát 3. A lehetséges esetek száma, hány darab 3-jegyű számom volt? 9. 3/9. Az eredményem tehát egyszerűsítve 1/3 lesz. Már is a negyedik feladatunknál vagyunk, amikor is egy derékszögű háromszögünk van. Egyik befogója 2.6 cm, a másik befogója 5 cm. A feladat az átfogóhoz tartozó oldalfelező hosszát kéri. Az átfogóhoz tartozó oldalfelező hossza, tudjuk, hogy egyenlő az átfogó felével. Tehát ez a három szakasz egyforma hosszúságú. Ha meg tudom határozni az átfogót, akkor azt elosztom 2-vel, és meghatároztam az oldalfelező hosszát. Hát ahhoz, hogy az átfogót egy derékszögű háromszögben meghatározzam, Pitagorasz tételét írom fel, jelöljük ezt a háromszöget A, B, C-vel, és akkor azt mondom, hogy
BC a másodikon, az egyenlő AB a másodikon, plusz AC a másodikon. Tehát átfogó négyzete, egyenlő befogó négyzete, plusz befogó négyzete. Helyettesítsünk be. AB a másodikon, az 2 gyök 6 a másodikon. 2-t is a másodikra kell emeljen, és gyök 6-ot is a másodikra kell emeljen. Plusz AC négyzet, 5 a másodikon, az 25. 4x6, 24, plusz 25, azt kaptuk, hogy 49. És ha BC négyzete 49, akkor maga a BC az gyök alatt 49 lesz, ami 7 cm. De ez az átfogónknak a hossza. Nekünk ezt kettébe kell osztanunk ahhoz, hogy megkapjuk ennek a kicsi szakasznak a hosszát, vagyis az oldalfelező hosszát. Jelöljük ezt M-mel ezt a pontot, és akkor az AM hossza az az átfogó fele, azaz 7 ketted. Tizedes törtként felírva 3,5 cm lesz. Ötödik feladatunk következik. Egy téglatest éleinek összege 60 cm. Itt rögtön meg is állok. Tudnunk kell, hogy egy téglatestnek 12 éle van. Különböző hosszúságú élekről beszélünk. Rajzoltam is ide egy téglatestet. A feladatunk az A-ból kiinduló élek összege. Tehát ha a téglatestnek 12 éle van, az A-ból kiindul ugye egy AD, egy AB, és kiindul egy AA jelzet. Én most jelölöm az éleket, pirossal jelölöm a függőleges éleket, zölddel jelölöm ezt a négy egyforma hosszúságú élet, és kékkel megint az egyforma hosszúságú éleket jelöltem. Ugye téglatestünk van, tehát a szemközti oldalai egyformák mind a két alapban, ezért jelöltem őket ilyen színekkel. Lássuk csak, az A csúcsból kiinduló éleknek az összegékkel, vagyis egy piros, egy zöld, és egy kék élnek az összege. Hát összesen 4 piros, 4 kék és 4 zöld élünk van. Ha egy piros, egy zöld és egy kék élre vagyok kíváncsi, akkor ezt a 60-at el kell osszam 4-jel. Tehát 60-at elosztom 4-jel, és az eredményem 15. Tehát 15 lesz az élek összege, azon élek összege, amelyek az A csúcsból indulnak ki. Utolsó feladat a római egyes tételsorból. Látható itt egy diagram. Vízszintesen a diákok életkora van ábrázolva, függőlegesen pedig a diákok száma. Tehát innen leolvashatjuk, hogy 11 éves 60 diák, 12 éves 30 diák, 13 éves 90 diák, és 14 éves 120 diák. Kérdés, hány diák szerepel ebben a táblázatban? Hát ugye van 30 diák 12 éves, 60 diák 11 éves, 90 diák 13 éves, és 120 diák 14 éves. És hogyha ezeket összeadom, akkor ugye 30 plusz 60, 90, plusz 90 az 180, és a 180-at 120-szal összeadva kereken 300-at kapok eredményül. A római kettes feladatsorra fogjuk folytatni. Lássunk hozzá. A második feladat azt mondja, hogy a mértani közepét számítsuk ki a 8 valódi osztóinak. Tehát lássuk, hogy a 8
osztói milyen számok? Hát ugye természetes osztókról beszélünk, tehát a 8 osztói az 1, 2, 4 és maga a 8. Hogyha valódi osztókat keresünk, akkor az a 2 és a 4 lesz. Tehát egy szám valódi osztói egyen és önmagán kívül az összes többi osztó. És ezeknek a mértani közepére vagyunk kíváncsiak, ami azt jelenti, hogy gyök alatt A szor B, azaz gyök alatt 2×4. Ugye a 4-est kivisszük a gyökjel elé, és eredménynek 2 gyök 2-t kapunk. Lássuk a harmadik feladatot. Harmadik feladatunkban egy turista 18 kilométert tesz meg első napon az útja során, a második nap a 3/5-ét a maradék távolságnak, és tudva azt, hogy még ezen kívül 25%-át kell megtegye az útjának, határozzuk meg az út hosszát. Tehát jelöljük X-el az út hosszát. Az első nap a turista megtett 18 kilométert. Ezt ugye megadta a feladat. Maradt neki az út mínusz 18. Tehát x mínusz 18 marad, ugye ennyi volt kezdetben, 18-at megtett, első nap végén x mínusz 18 kilométerre maradt hátra. Második nap, azt mondja a feladatunk, hogy a turista ennek a maradék útnak, tehát szorzásjelet írok, a 3/5-ét teszi meg. Hátra marad neki, ugyanannak az x mínusz 18-nak, figyeljünk csak, ha a 3/5-ét tette meg, akkor hátra maradt neki a 2/5-e. Tehát ugye megtett 3 részt az 5-ből, akkor maradt neki 2 rész az 5-ből. És a feladatunk úgy szól tovább, hogy így, vagyis miután a második nap is megtette a kilométereit, így maradt hátra az egész útnak a 25%-a. Vagyis ez az x mínusz 18 szorozva 2/5-del, ez pontosan az útjának a 25%-a. Egyszerűsítünk. X mínusz 18 szorozva 2/5-del egyenlő x szorozva 1/4. És beszorozzuk az egyenletet 20-szal, hogy szabaduljunk meg a nevezőktől. Ugye itt az 5 és a 20 egyszerűsödik, és itt marad egy 4-es. 4-szer 2, azaz 8-szor x mínusz 18. És itt a 4-es és a 20-as, mert ugye ezt is meg kell szoroznunk 20-szal, egyszerűsödik, és marad 5-szor 1, az 5x. Beszorozzuk a zárójelet 8-al. 8x mínusz 8-szor 18, 144. Kivonunk 5x-et, és azt kapjuk, hogy 3x mínusz 144 egyenlő nullával. Ebben az esetben a 3x 144-jel egyenlő, és az x értéke 144 osztva 3-mal, azaz 46-tal egyenlő. És az út hossza ebben az esetben 46 kilométer. Ne feledjük a feleletet leírni. Negyedik feladatunk úgy szól, hogy egy ex kifejezésünk van, mégpedig 2x plusz 1, az egész a másodikon, mínusz 2-szer x mínusz 1 a másodikon, plusz 1 mínusz x szorozva x plusz 3. Az x valós szám ebben az esetben. Feladatunk, hogy mutassuk ki,
hogy az ax, az x plusz 3 az egész a másodikon, mínusz 7-tel egyenlő. Végezzük el a műveleteket, ugye rövidített számítási képletek szerepelnek több helyen is, és ilyenkor ezt végezzük el először. A plusz b a másodikon, ugye a másodikon, plusz kétszer a-szor b, plusz b a másodikon, mínusz kétszer, és itt pedig ugyanúgy képlet, a mínusz b a másodikon, a négyzet, mínusz két ab, plusz b négyzet, plusz, és itt a zárójelet, tehát úgy szorozzuk meg egymással, hogy minden tagot minden taggal, vagyis egyszer x, egyszer 3, mínusz x-szer x, az ugye mínusz x négyzet, és mínusz x-szer 3, az mínusz 3x-szel egyenlő. Lássuk, mit kapunk. 4x négyzet, itt elvégezzük a szorzást, kapunk 4x-et, plusz 1, és itt is beszorzunk, mínusz 2x négyzet, mínusz 2-szer mínusz 2x, az plusz 4x, mínusz 2-szer 1, az mínusz 2. Plusz x, plusz 3, a többit lemásolom változatlanul. És most megpróbálom összevonni azt, amit lehet, az egynevű tagokat. 4x négyzet mínusz 2x négyzet, az 2x négyzet, mínusz x négyzet, az 1x négyzet. 4x, meg 4x, az 8x, meg 1 az 9x, mínusz 3, az 6x. És akkor maradt 1, mínusz 2 az mínusz 1, plusz 3, plusz 2. És a feladatunkban egy rövidített számítási képlet, tehát kér, tehát x plusz 3 a másodikon, mínusz 7, hogy ezzel egyenlő ez az x kifejezés. Na most be kell hozzuk x plusz 3 a másodikon. Nézzük csak meg. X plusz 3 a másodikon, ha meg kell jelenjen, akkor kell legyen egy x négyzetünk. Az szerepel. Kell legyen egy 2-szer x-szer 3, azaz 6x-em, az is szerepel. De kellene nekem legyen plusz 9-em. És az nincs, hanem 2 van ott. Akkor megtehetem azt, hogy a 2-t úgy írom fel, mint 9 mínusz 7. Mert az ugye 2-t jelent. És akkor szerepel az A négyzet 2AB mellett még a B négyzet is. Úgyhogy ez itt, pontosan ez a rövidített számítási képlet, amit itt aláhúztam. Mínusz 7 megmaradt, és íme a feladatunk be van fejezve, mert ugye ezt kérte, hogy igazoljuk, az A alpont. Ennek a feladatnak van egy B alpontja is, ami arról szól, hogy meg kell határozzuk az X olyan értékét, amelyre az ax kifejezésem minimális. Vagyis, milyen x-et kell ide beírjak, hogy ennek a kifejezésnek, ennek az ax kifejezésnek a legkisebb legyen az értéke. És mivel ez a zárójel a második hatványon szerepel, ez biztosan egy pozitív szám. Hát a legkisebb értéke, ugye pozitív szám vagy nulla. A legkisebb értéke ebben az esetben a nulla kell legyen. Tehát az ax kifejezésem minimális, ha az x plusz 3 a másodikon biztos, hogy nulla. Minek a négyzete nulla? Hát nullának, tehát az x plusz 3 nulla kell legyen. Ebben az esetben az x értéke mínusz 3. Tehát ha az x értéke mínusz 3, akkor ez az ax kifejezés minimális. Méghozzá mondjuk meg, hogy ennek a kifejezésnek mennyi lesz a minimuma. Ha ez az x helyében mínusz 3-at írok, ugye akkor itt nullát kapok, mínusz 7, akkor ennek a legkisebb értéke mínusz 7 lesz ebben az esetben. És következik az ötödik feladatunk, ami azt mondja, hogy egy kicsi a szám adva van, k törve 2 plusz gyök 2-vel, mínusz
2 mínusz gyök 2 a másodikon, mínusz gyök alatt 3 plusz gyök 8 az egész a másodikon. És úgy kell meghatároznom ennek a k-nak az értékét, hogy ez a kifejezés egész szám legyen. Vagyis a gyököktől nagyon gyorsan meg kell szabadulnom. Mert ugye, ha gyök van benne, akkor nem egész szám. Lássuk, mit tudunk csinálni. Ezt a törtet gyöktelenítjük. És pedig beszorozzuk, bővítjük 2 mínusz gyök 2-vel. A nevezőbe így a plusz b szer a mínusz b, azaz a négyzet mínusz b négyzet marad. Mínusz, és itt elvégezzük a rövidített számítási képletet, vagyis a a másodikon, ugye itt az a, és itt a b. Mínusz, kétszer a szor b, plusz b a másodikon, mínusz, és hogyha a 3 plusz gyök 8 a második hatványon is szerepel, és gyökjel alatt is szerepel, akkor modulusként hagyom el, amit mindjárt megbeszélünk, hogy hogy bontunk fel. K szorozva 2-vel az 2K, mínusz K szor gyök 2, az K gyök 2. 4-ből 2-t, ugye az 2. Felbontom a zárójeleket, nézzük csak. 4 plusz 2 az 6, előtte van egy mínusz, tehát mínusz 6-ot kapok. Mínusz mínusz 4 gyök 2-ből plusz 4 gyök 2 lett, és a 3 plusz gyök 8 modulusban van, tehát a moduluszt úgy tudom elhagyni, hogy először is megnézem, hogy benne pozitív vagy negatív szám szerepel. Ha pozitív szám szerepel benne, mint ebben az esetben is, akkor egyszerű zárójellé alakul a modulusz. Ha esetleg negatív szám lenne a moduluszban, akkor mindent megváltoztatott előjellel írnék le. Vigyázzat, ez a modulusz itt pozitív, de előtte mínuszjel van, azaz mindennek az előjele emiatt a mínusz miatt megváltozik. És a gyök 8 helyett már írhatok 2 gyök 2-t. Vonjuk össze a kifejezéseket. 2k mínusz k gyök 2 törve 2-vel, és akkor mínusz 6 mínusz 3 az mínusz 9, 4 gyök 2, mínusz 2 gyök 2, az plusz 2 gyök 2. És ha közös nevezőre szeretném hozni, akkor bővítenem kell mind a két tagot 2-vel. Kapjuk 2k mínusz k gyök 2, én már közös tört formájába írom, mínusz 2-szer 9, 18, és plusz 2-szer 2, 4 gyök 2. És az egész törve van 2-vel. Na most álljunk meg egy picit, és nézzük meg nagyon jól ezt a kifejezést. A számlálóban még szerepel gyök. A törtem viszont törtemnek az eredménye egy egész szám kell legyen, így kéri a feladat, hogy úgy határozza meg a k értékét. Amíg a gyök szerepel a számlálóban, nem lesz egész számú. Tehát valamilyen módon a gyököt el kéne tüntessük. Itt 4 gyök 2 van, itt mínusz k gyök 2. Tehát észreveszünk, hogy a gyök akkor tűnne el, akkor lenne ennek az összevonásnak az eredménye nulla, hogyha a k helyébe pontosan 4-est írnék. Mert akkor 4 gyök 2 mínusz 4 gyök 2 lenne, és annak az eredménye nulla. Tehát a k 4 kell legyen. Biztonság kedvéért ellenőrizzük azért le, hogyha a k helyére 4-et írok, vajon kijön a törtnek egy egész szám? 2-szer 4 az 8, mínusz 18 az mínusz 10, osztva 2-vel az mínusz 5. Tehát egész szám. Úgyhogy a megoldás k egyenlő 4-jel. Elérkeztünk a római 3-as feladatsorhoz. Táblára felvázoltam a megoldást, most el fogom magyarázni. Egy erkély látható, kékkel besatírozva. Tudjuk erről az erkélyről, hogy egy MN egyenlő 12 méter átmérőjű kör egy része. Mivel az átmérő 12 méter, rögtön tudjuk, hogy a sugár 6-6 méter.
Kiegészítettem a rajzot ugye a körrel, innen tudjuk, hogy az OQ és az OP is 6 méter, mert ezek is a kör sugarai. Még egy dolgot megad a feladat, hogy az MQ és NP körívek 60 fokosak. Ugye, ha a körív mértéke 60 fok, akkor a hozzátartozó középponti szög mértéke is 60 fok, vagyis az MOQ és NOP szögek is mind 60 fokosak. Lássuk, hogy a QOP szöget, ezt itt középen, hogyan tudnánk kiszámolni? Hát a félkör mértékéből, azaz a 180-ból kivonom a két 60 fokos szöget, és így megtudom, hogy ez is 60 fokos. Viszont nézzük csak az OQP3 szöget. Ha van egy 60 fokos szögünk, és tudjuk, hogy két oldala egyforma, azaz egyenlő szárú, akkor ez a háromszög egyenlő oldalú is, tehát ha QP hossza is 6 méter kell legyen. Ez volt az A pontunk, ezt kérte, hogy igazoljuk. B pontban az erkélyünk kerületére kíváncsi a feladat, úgyhogy a kerülethez nekünk szükségünk van az MN, QP szakaszok hosszára, illetve az NP és MQ körívek hosszára. Na most a körív hosszát megkaphatom, hogyha a kör kerületét 6-ba osztom. Látjátok, én felosztottam 6-ba ezt a kört, és egy ilyen MQ körív hosszát úgy kapom meg, hogy a kerület osztva 6-tal, azaz 2 pi-t kaptam. Mert ugye a kör kerületét itt fölül kiszámoltam az ismert módon. Tehát itt van két pi hosszúságú szakaszom, illetve körében. Az erkélynek a kerülete, az ugye ennek a 4 MNQP szakasznak, és az MQNP kör ívnek az összegével egyenlő, tehát a behelyettesítve 18 plusz 4 pi métert kapunk. És a C pontban az erkélyünk területét kéri, amit megkaphatok, ha két körcik területéhez hozzáadom ennek az egyenlő oldalú háromszögnek a területét. Egyenlő oldalú háromszög területét ismerjük, A négyzetgyök 3 per 4, ahol az A ez a QP oldal, vagyis 6, ugye behelyettesítve 9 gyök 3-at kapunk, illetve a körcik területét megkapom, ha a kör területét 6-tal elosztom. Kiszámítjuk a kör területét, ami 36 pi, elosztom 6-tal, megkapom, hogy mennyi a körcik területe. Mindkét adatot visszahelyettesítve megkapom, hogy mennyi az erkélynek a területe. A római hármas tétel második feladata egy szabályos négyoldalú gúláról szól, és pedig tudjuk a gúlában, hogy a VO ugye magasság, és azon a VO magasságon felveszünk egy G pontot, olyan arányban, hogy VG az kétszer annyi legyen, mint a GO. Vagyis kétharmad, egyharmad arányba osztja ez a G, azt a VO magasságot. Ez már sejtett valamit. Lássuk, mit tudunk még. Tudjuk azt is, hogy a BG metzi ezt a VD élet az N pontban, illetve az AG az M pontban metzi a VC élet. Mit kell kiszámítanunk? Kezdjük az A ponttal. Amikor is azt kéri tőlünk a feladat, hogy igazoljuk, hogy az N pont az a VD él felező pontja. Hát a zöld háromszöget nézzétek az ábrán, be is satíroztam. Ebben a zöld háromszögben ugye a VO az felezi ezt a BD oldalt, tehát oldalfelező. És ha ezen az oldalfelezőn van egy pont, ami kétharmad, egyharmad, arányba osztja ezt az oldalfelezőt, akkor ez a pont súlypont kell legyen. Tehát az oldalfelezőből és a súlypontból az következik, hogyha a B csúcspontot ebben a zöld háromszögben összekötöm a G-vel, illetve meghosszabbítom, akkor ez az N pont ugyancsak a VD-él felező pontja kell legyen, tehát akkor a BN is oldalfelező kell legyen. Ezt látjátok ide leírva. És hogyha a BN, amit itt zölden látok meghúzva, oldalfelező, akkor ez az N a VD-él felező pontja. A pontot igazoltuk. Nézzük, mit kér a B pont. Két síkról kéri, hogy igazoljuk, hogy párhuzamos, méghozzá MON síkról, MON síkról, és ABV síkról. Na most, kell keresünk mindkét síkban metsző egyeneseket. Lássuk csak!
Nézzük először a V, D, C háromszöget. Ugye ez a gula hátsó oldallapja, így ahogy mi látjuk. Az M és az N mindkettő felezőpont. És ha egy háromszögben két oldal felezőpontját összekötöm, akkor ez a szakasz a háromszög középvonala lesz. Tehát az MN az a VDC háromszög középvonala. Ha középvonal, akkor viszont párhuzamos az MN a DC-vel. Ezt látjátok ide leírva. A DC viszont az AB-vel párhuzamos, tehát akkor az MN és az AB is párhuzamosak lesznek. Nézzünk egy másik háromszöget, méghozzá a VAC-t. Mutatom még egyszer, VAC háromszöget. Ebben a háromszögben nézzük csak meg, az AC oldalnak O a felezőpontja. A VC oldalnak M a felezőpontja. Ha összekötöm a két oldal felezőpontját, vagyis az MO szakaszon, akkor középvonal lesz, és ez a középvonal párhuzamos a harmadik oldallal. Tehát az MO párhuzamos a VA-val. Ezt látjátok ide leírva. Na nézzük csak! Az MN és az MO az MNO-síkban vannak. Az AB és a VA a VAB síkban vannak. Hát ebből a kettőből az következik, hogy a két sík párhuzamos lesz. És az utolsó alkontunk egy szög mértékét kéri, méghozzá annak a szögnek a mértékét, amit az AC egyenes bezár az MN egyenessel. Hát ezek kitérő egyenesek, úgyhogy először is egy párhuzamost kell húzzunk. Hát én az MN-nel húznék egy párhuzamost, ugye amiatt, mert ez középvonal, a VDC háromszögben biztos, hogy párhuzamos a DC-vel. Fel is írtam, hogy az MN párhuzamos a DC-vel. Tehát az MN párhuzamos a DC-vel, akkor már az AC és DC által bezárt szöget kell megtaláljuk, meghatározzuk. De mivel a gulánk szabályos, az alapja egy szabályos négyszög, azaz egy négyzet, ahol az átló oldallal 45 fokos szöget zár be. Tehát ennek a szögnek a mértéke 45 fok lesz.